szemközembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója. Jó reggelt kívánunk, 7 óra 14 perc, folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Közlekedési hírek nem, de szóviccek jöttek szépen. Köszi szépen, addig hát hozott anyagból próbálunk dolgozni. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n. Kérem szépen, én egy olyasmit találtam, ami most még nem probléma, de 8 órakor már az lesz, ugyanis a harmadik kerületben a Mátyás Király úton, a Szentendrei út előtt sávelzárásra kell készülni, a Bercsényi utcánál pedig lezárják majd a fél útpályát, ezért egy sávon váltakozva haladhat a forgalom, ugyanis csatornát építenek arra felé. Van jó hír is, mert hogy tegnap délután befejezték a munkákat az M0-ás déli részén, az M1 felé tartó oldalon, a 6-os főúti kijáratnál, így most már újra ki lehet hajtani Budafok és Ért felé, nem kell az M6-os autópálya felé kerülni. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Egy nagyon érdekes dolog történik, mert másodjára szervez a fővárosi önkormányzat közösségi gyűlést Budapesten. Most arról szervezik ezt, hogy hogyan reagáljon a főváros az Európai Unió előtt álló kihívásokra. Ezen a gyűlésen megfogalmaznak majd javaslatokat, illetve a fővárosi önkormányzat nyilvánossá teszi ezeket az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében, de egyébként a saját stratégia kidolgozásakor is figyelembe veszi azokat. Itt van velünk a Nyitott Budapest Társadalmi Együttműködés osztályvezetője, Lé Marietta a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, üdvözlök mindenkit! Mi az a közösségi gyűlés? A közösségi gyűlés egy olyan összejövetel, ahol véletlenszerűen reprezentatívan összeválogatott budapestiek mondják a fővárosnak, hogy mit tegyen egy-egy kérdésben, ők mondják meg, hogy mi legyen a fővárosnak a prioritása. Ez egy nagyon speciális módszertan. Nemrég küldtünk ki 10 000 Budapestre statisztikailag reprezentatív és véletlenszerűen összeválogatott embernek meghívót, ami azt jelenti, hogy érdemes a postaládát most nézni, mert lehet, hogy a hallgatók is között is van olyan, aki kapott meghívót, és ők jelentkezhetnek erre a közösségi gyűlésre. Na, de nem mind a 10 000 ember fog tudni eljönni, hanem a jelentkezők közül is még egy ilyen reprezentatív sorsolást tartunk, és akkor ők lesznek azok, akik részt vehetnek egy 4 napos ilyen gyűlésen. Ez az egész, ez beágyazódik ebbe a konferencia Európa jövőjéről rendezvénysorozatba? Így van, most az Európai Unió tart egy ilyen szintén gyűlést, ha fogalmazhatok így, amihez nagyon sokféle módon lehet csatlakozni, nem csak önkormányzatok vesznek ebben részt, hanem civil szervezetek is, akár magánszemélyek is írhatnak az EU-nak. Van egy témalista, amiben várja az EU azt, hogy mondjuk el, hogy hogyan képzeljük el Európa jövőjét. Ezeket milyen szinten veszik figyelembe az Európai Unióban, illetve hogy egyáltalán ezek a vélemények milyen szűrőkön mennek keresztül, mielőtt kijutnak az EU-hoz? A közösségi gyűlésen például szakértőket hallgatnak meg a résztvevők, és a szakértői előadások után közösen foglalják össze, hogy mik legyenek a fővárosnak a prioritásai, és mi ezeket egy az egyben fogjuk az EU felé közvetíteni, tehát azt gondoljuk, hogy a fővárosnak az a véleménye, mi a budapestiek véleménye. Vannak olyan kiemelkedő témák, neuralgikus pontok, amik már látszanak most, hogy körvonalazódnak, hogy fontosak? Nagyon sok területet lefedez az Európai Jövője konferencia, akár az egészségügyet, akár a lakhatást, tehát tényleg nagyon sok téma van. Mi az európai demokrácia ugye
köré csoportosítjuk ezeket a témákat, és ezen keresztül fogjuk megvitatni, hogy mi legyen Európa jövője a budapestiek szemszögéből. Ez a második alkalom, ugye? Tehát van valamiféle tapasztalat már a közösségi gyűlésekkel kapcsolatban. Mit mond az első alkalom nektek, hogy zajlott? Mi nagyon szeretjük a közösségi gyűlésnek a formátumát. Én személyesen azért is, mert az, hogy egy ilyen véletlenszerűen kiválasztott, meghívotti kör van, tényleg biztosítja azt, hogy nem csak azok jönnek el, és nem csak azok vesznek részt, akik hallanak róla, követik a Városháza vagy a főpolgármester Facebookját, hanem tényleg egy véletlenszerűen kiválasztott lista, és ebből kerekednek az igazi jó beszélgetések. Kis csoportokban beszélgetnek majd az emberek, egy facilitátor segítségével, tehát igyekszünk mindenkit rendesen meghallgatni, rendesen beszéltetni, rendesen segítünk végig gondolni, hogy a szakértői előadás az miről szólt, és az neked budapestiként mit jelent. És szerintem ez szuper, tehát ezek a típusú beszélgetések nagyon hiányoznak ma az életünkből, uh-huh. és nagyon kevés olyan helyzet van, ahol egy másféle gondolkodású embert meghallgatunk, és így tudunk egymást beszélni. Milyen témák kerülnek terítékre? Mert nekem egy kicsit így általános az, hogy az Európai Unió előtt álló kihívások. Micsodák? Környezetszennyezés, tömegközlekedés, agglomerációs problémák, nem tudom, tehát mik kerülhetnek terítékre, miről beszélgethetnek ezek az emberek? Hát abszolút ezek is, amiket mondtál, de akár az egészségügy is. Igazából az Európai Jövője konferencia keretében mi azt szeretnénk kihozni ezekből a beszélgetésekből, hogy nekünk budapestieknek mit tud jelenteni az EU, és mi az, hogyan tudunk az EU-ból mi a legtöbbet kihozni Budapest számára. Tehát igazából nekünk ez a fókuszunk, és ehhez kapcsolódnak az egyes témák. Az nem baj, hogy nem hozzáértő emberek kerülhetnek bele ebbe a beszélgetésbe? Hát ha mondjuk valaki kikap egy olyan témát, amibe egyáltalán nem jártas, az hogy viszi előre az adott ügyet? Mi erre azt szoktuk mondani, hogy minden ember a saját életének a szakértője, és nem EU-s tudósnak vagy szakértőnek kell lenni, hanem abban kell maga biztosan elmondani a véleményedet, hogy a te számodra egy-egy ilyen szakpolitika az milyen hatással van a hétköznapi életedben, és hogy ez tetszik vagy nem tetszik. Szeretnéd, hogy jobban beleszóljon az Európai Unió, vagy szeretnéd, hogy inkább vonuljon vissza, és ez az, amit azt meg szeretnénk hallgatni ezen a beszélgetésen. Nekem azt tetszett, hogy amit mondtál, hogy kevés olyan helyzet van, ahol tényleg egy ilyen nyílt társadalmi vita, mert lehet ezt annak is nevezni, történik, ahol különböző életkorú, különböző gondolkodású, különböző politikai beállítottságú emberek el tudnak beszélgetni arról, ami az ő életüket befolyásolja, hiszen osztozkodnak abban, hogy ők mind budapestiek. Ez így van, és szerintem ez is a legizgalmasabb ebből a szempontból, hogy tényleg vegyesen jön mindenki. Most van egyébként a jelentkezési időszak, úgyhogy még egyszer szeretném mondani, hogy mindenki nézze meg a postaládáját és jelentkezzen, hogyha kapott tőlünk meghívót. Akkor egy ilyen Budapest logóval ellátott borítékra kell számítani, gondolom. És ezt nem rögtön kidobni, hogy valami propaganda anyag, hanem elolvasni, hogy mi van benne. Igen. Nem, még egy érdekes felvetés, hogy azt írja a hallgató, hogy Európa jövőjéről alkotott képe csak európai fő vagy nagyvárosok lakóinak véleményére kíváncsi az Unió, vagy lesz hasonló vidéken lakóknak, és nem tudom erről mennyit tudsz. Hát érdemes megnézni az Európa Jövője konferenciának a honlapját, mert oda rakják fel az eseményeket. Mi igazából egy ilyen speciális helyzetben vagyunk, mert nem volt ilyen felszólítás, hogy mondjuk kifejezetten városok is vegyenek részt, de mi azt gondoltuk, hogy tök jó ehhez csatlakozni, különösen az európai demokrácia ügyében, ugye a fővárosban nagyon erős téma, ez az úgynevezett részvételiség, hogyan tudjuk az embereket még jobban bevonni abba, hogy hogyan alakítsuk a közös jövőnket, és akkor ilyen szempontból nekünk ez egy pontkapóra jött, és azt gondoltuk, hogy tök jól tudunk csatlakozni. Egyébként még mindig lehet szervezőként is csatlakozni, tehát hogyha valaki érzi magában az energiát, akkor abszolút lehet ilyen beszélgetéseket magánemberként is szervezni.
Nagyon jó ötlet. Köszönjük szépen, mindenki keresse a postaládájában akkor ezt a borítékot, és akkor olvassa el, jelentkezzen, hogyha kapott ilyet, hogyha van hozzá kedve. Nagyon jó munkát, és hát majd beszámolunk arról, hogy mi történt itt. Marietta, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm, sziasztok! A Nyitott Budapest Társadalmi Együttműködési Osztály vezetőjével, én Mariettával beszélgettünk arról, hogy közösségi gyűlést rendez Budapesten a fővárosi önkormányzat. Mit gondol Budapest az EU jövőjéről? Erről lehet majd beszélgetni, eszmét cserélni, vitatkozni. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából.